A jó idő és a megnövekedett vendégszám indokolta a korai fürdőnyitást. Hétvégétől a Tófürdőben, május 18-ától pedig a részleges nyitásnak köszönhetően a parkfürdő családi és gyermekmedencéjében is csobbanhatnak a látogatók Nyíregyházán. Ebben a hónapban egészségnapot is tartanak. Május 22-én az egésznapos szűrések mellett a gyógyfürdőszolgáltatásokat is megismerhetik az érdeklődők. Emellett május végén, a gyermeknapon különleges animációs programokkal várják a látogatókat. Ekkor a 10 éven aluli gyerekek ingyen léphetnek be a parkfürdő területére. A társaság vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a hétvégi tófürdő nyitásra egészen különleges szolgáltatással is készültek. Vásároltunk egy mobil szaunát a téli szezonra, amit át fogunk ide telepíteni, úgyhogy ezt egész évben tudják majd ott is használni a vendégek. Ez talán pont a előszezoni időszakban, kicsit hűvösebb időjárásban nagyon kellemes lesz a vendégeknek, és egyébként pont a nyitó hétvégén tervezünk egy szauna hétvégét, egy sóstói szauna víkendet, amikor emellé a mobil szauna mellé még további szaunák fognak érkezni, és egy érdekesség, hogy ezekben programokat fogunk egész nap tartani, és ezután pedig a programok után a vendégek a tóba tudnak majd csobbanni, lehűteni magukat. Ez egy egészen különleges rendezvény, ami egy újdonság itt Sóstón is, de úgy gondolom, hogy országos szinten is ritkaságnak számít. Így néz ki most a bezárt Júlia fürdő, ami szintén a város tulajdona és a Sóstó gyógyfürdők ZRT üzemeltetésében van. A városlakóktól rengeteg kérdés érkezik arra vonatkozóan, mikor használhatják újra az itteni szolgáltatásokat, azonban a vezérigazgató elmondta, ennek jelenleg több akadálya is van. Alapvetően két komoly probléma van, ami hátráltatja a Júlia fürdőnek az újranyitását. Az egyik az egy statikai probléma. 2007-ben végeztek egy hibás kivitelezést az egyik zuhany blokkon, illetve zuhany részlegen, aminek a következtében elkezdett az alatta lévő födém ázni. Ezt 2012-ben vették csak észre. Amikor észrevették a problémát, akkor ki is javították, felbontották a burkolatokat, a hibás szigeteléseket javították, a gyári hibás csaptelepeket kicserélték, és ekkor meg is állt a födémnek az ázása, tehát ez a vízesedés ez megszűnt. Majd később évekkel, később 2019-ben elkezdett lemálni az érintett részen a beton burkolat, a vakolat, illetve a beton, és ekkor lett nyilvánvaló az, hogy a beton már az éveken keresztül szivárgó víztől olyan rossz állapotba került, hogy statikai kérdéseket is felvetett. Nyilván akkor bevontak statikai szakembereket, és üzemelt még tovább a fürdő, de mindenféle megerősítésekkel, hogy ekkor volt egy elég hektikus időszak, a Covid alatti időszak, amikor egyébként is zárva tartott egy ideig a fürdő, majd ugye jött az energiaválság, ami szintén nem kedvezett a Júlia fürdőnek, be is kellett zárni, majd mire az energiaárak enyhültek, addigra már sajnos a statikai rész az olyan szinten károsodott, hogy már az újranyitás az nem volt lehetséges. A vezérigazgató a sajtótájékoztatón elmondta, volt ugyan 2018-ban egy rekonstrukció a Júlia fürdőben, azonban ezeket a problémákat nem érintette, hiszen energetikai felújítás keretében nyílászárókat cseréltek, napelemrendszert telepítettek és homlokzati hőszigetelést kapott az épület. Jelenleg zajlik a műszaki és gazdaságossági felmérés. Az eredmények ismeretében tudnak majd pályázatot benyújtani a statikai hibák és a termák útnál fennálló problémák megoldására.